Sokak számára ismerősek lehetnek ezek a képek. A 2000-es évek elején az egyik legnépszerűbb műsor volt Kepes András Világfalu című magazinja. Az író, újságíró, egyetemi tanár több könyvet is jegyez. 2016-ban ővé volt a legkeresettebb hazai kötet. Tavaly a Libri Irodalmi Közönségdíját is megkapta a Világkép című könyvéért. Ennek témája a civilizációk találkozásáról szól, ismeretterjesztés saját élményei alapján. Országjáró turnéja A mi vélet a világ címet kapta, amelyben arról is beszélt, hogy a civilizációk miben hasonlítanak, hogyan érthetik meg egymást. Rengeteg helyre hívnak, tehát akik olvasták a könyvet, vagy hallottak róla, vagy már régóta nem hallottak én rólam, azokat nyilván elkezdte érdekelni, hogy így személyesen milyen válaszokat tudok adni ezekre a kérdésekre. És ez direktben egyébként ez az előadás nem is a könyvről szól, hanem arról, hogy én hogy látom, hogy a világ milyen irányba harad. És talán az embereket egyébként az is megfoghatja, és ezért is nyitottabbak az emberek, mint ahogy azt általában feltételezzük, hogy nekem optimista válaszom van. A világ a technikai civilizációról szól, és csak azok a kultúrák fejlődhetnek, amelyek nyitottak erre a változásra, emelte ki Kepes András. Jelenleg két könyvén dolgozik párhuzamosan, egy regényen, valamint egy a Világképhez hasonló eszészerű köteten.